Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez utóbbit azért tegyük még helyre, mert ezt még csak az újságok írják, úgyhogy... Ehhez még az kell, hogy a köztársasági elnök átadja... Természetesen ennek van egy előkészítő szakasza, és van egy jogi aktus, amivel az ember egy minisztériumba be tud ilyen beosztást vállalni. Akkor engedelmével bemutatkozom a nézőknek én is. Szép jó reggelt kívánok, Brajer Péter vagyok, a Luaka zsinagógai naptár szerint 5778, Iárhavának 25. napja van. Még mindig sziszegek, de hamarosan visszatér a hangom rendesen. A Gergely naptár szerint 2018. május 10-e csütörtök van. Szeretettel köszöntünk minden Ármin és Pálma utó nevű nézőnket, akik ma ünneplik névnapjukat, természetesen azokat is szeretettel üdvözöljük, akiknek ma van a születésnapjuk. Az euró középárfolyama 315.51, míg az angol pont 360.75. Na és aki lemaradt volna időjárás jelentésünkről, annak elmondjuk, hogy könnyebb legyen kiválasztani a ruhát, amit felvesz. 13 és plusz 27 Celsius fok között várható a mai időjárás. Lehet, hogy lesz egy kis frissítő zápor, de öltözzenek rétegesen, hogy legyen mit levenni. Nagyon figyeljenek oda a folyadékháztartásukra. Most szűrtsék a kávéjukat, tejájukat, amit akarnak, és fontos, hogy ne felejtsék el bevenni a tablettáikat. És nem fogják elhinni. Valaki, aki a telefonját elfelejtette kikapcsolni, nem más, mint én, pedig kiszoktam venni a zsebemből. Alelnök úr, az éjszaka folyamán az iráni hadsereg Szíriában tartózkodó, ideglenesen Szíriába, ugye ez emlékeztet valamire, ideglenesen Szíriába tartózkodó, állomásozó egységei a Golán-fennsíkot Izrael északi részén található polgári települést közel 30 rakétával lőtték. Az izraeli légierő megsemmisítette a kilövő állomásokat. Kiderült, hogy a szíriai légvédelemnek nem sikerült kárt okozni az izraeli gépekben. Kora hajnalban az izraeli miniszterelnök, de az amerikai elnök is azt mondta, hogy egy országnak nem csak joga, nem kötelessége igen, polgárait megvédeni. Hogy vagyunk mi ezzel, hisz a bevándorló hullám, vagy kivándorló hullám, vagy szebb, boldogabb jövőt kereső emberek újra útnak indultak. Ugyanezt mondtuk egyébként, tehát ugyanezt mondjuk most már évek óta, azóta, amióta ennek az óriási népvándorlásnak vagyunk, a szervezett népvándorlásnak vagyunk egyébként a tanúi, illetve voltunk mondjuk 2015-ben az egyik legnagyobb elszenvedői, hogy Magyarországon a magyaroknak kell megmondani, hogy milyen jövőt szeretnének, kivel szeretnének együtt élni, és az általuk megtervelt javadalmakat, azokat kire kelljen fordítani. Tehát, ha úgy tetszik, akkor az a mondat, hogy minden népnek, minden országnak, minden nemzetnek joga van magát megvédenie, joga és kötelessége magát megvédenie, ezt mi Magyarországon alkalmazzuk. Most például ugye a parlament ülésszakán annak a régi kötelezettségünknek is eleget fogunk tenni, amit nem tudtunk megtenni a kétharmad nélkül, tehát az alkotmányt is eszerint fogjuk módosítani. Annak melyik részét? Hát az alkotmányba bekerül az, amit az emberek a 2016. október 2. népszavazáson döntöttek erről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az alaptörvényben is, mert a mi alkotmányunkat alaptörvénynek hívjuk, az alaptörvényben is rögzítsük ezt a jogot és kötelezettséget. Ugyan még ahogy az előbb helyére tettem, még a Honvédelmi Minisztériumnak, nem a politikai államtitkára, mert ez a procedúrán át kell menni, nem politikai, nem parlamenti most államtitkára. Most már igen, a parlamenti mondani, államtitkára nem ugyanaz. De hát azért ért a honvédelemhez annál is inkább, mert előtte különböző bizottságoknak volt a vezetője, tagja.
vajon szüksége van arra, hogy az Európai Uniónak legyen egy saját hadserege? Ugyan a NATO-nak a tagjai vagyunk, de az Európa közös védelmére szüksége van egy európai védelmi erőre. Az Európai Unió, ha úgy tetszik, akkor nem engedheti meg magának azt, hogy kizárólag csak a NATO erőkre támaszkodjon. Ez az álláspont látszik kikristályosodni egyébként az EU-ban is, és egy igen nagy hiánya az Európai Uniónak, hogy pár rendkívül gazdag, tehát ez egy gazdag terület, de többek közt nem csak a gazdaság, nem csak a jövőbeni elképzelések, hanem pont a haderőfejlesztés, vagy a hadsereg, a honvédelem, ha úgy tetszik, honvédelem, ugye hát az, tehát az európai értékek megvédése, katonai megvédése, az európai földrész megvédése tekintetében óriási hiányosságokkal bír az Európai Unió. Tehát mi támogattuk azt, hogy az Európai Uniónak legyen ezen a téren is annál nagyobb szerepe, vállaljon annál nagyobb szerepet saját maga megvédésében, mint amit most el tud látni. Közel egy évvel ezelőtt a miniszterelnök Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem csak a buszgyártást kell újra megújítani Magyarországon, hanem a honvédség felszerelését, tehát marok fegyverek és egyéb eszközök gyártását is. Vajon ez hamarosan valóra válik? Hát az Zrínyi 2026-os fejlesztési program az pontosan erről szól. Tehát minden, ami a honvédelem területét érinti, beleértve természetesen azokat a fegyvereket, akár a hagyományos, mert itt a maroklő fegyverről ejtett ön szót, akár a hagyományos fegyvereket. Akkor beszélhetünk repülőgépekről. Hát beszélhetünk, meg itt azért van. Vagy azt is fogunk mondjuk gyártani? Hát nem a gyártásról van szó, hanem fejlesztésekről van szó. Nyilvánvaló, hogy amit hazailag, amit itthon el tudunk végezni, azt meg kell itt tennünk, hiszen ez nem csak honvédelmi kérdés, hanem ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés is. Munkahelybiztosítás is. Így van, így van. Tehát, és ennek hagyományai vannak Magyarországon, csak ezt felszámolták az elmúlt 25-30 évben teljes egészében. Tehát a magyar hadipart az gyakorlatilag lenullázták, leírták nullára, pedig ez a magyar hadipar nem csak az ország területén teljesített, hanem nagyon komoly export hagyományokkal is bír. Ráadásul ugye itt vannak az új együttműködési terepek, akár az előbb említett Európai Uniós együttműködés, és abba bizony beletartozna, tehát hogyha az Európai Unió saját maga is kívánja a honvédelmi kiadásokat növelni, akarja fejleszteni, tehát egy külön európai rendszert szeretne létrehozni, abban nyilvánvaló a hadipari termelés, a haditechnika is bele kell, hogy kerüljön. Ha jól értettem, akkor országszerte önkéntes a fiatal egyetemisták bevonulnak a hadseregbe önkéntesnek, kvázi tartalékosnak. Önkéntes tartalékos haderő, és ez egy területi elven szerveződő haderő. Ennek az előkészületei az elmúlt időszakban megtörténtek. Legutóbb épp Simicsko István honvédelmi miniszter úrral, mint bizottsági elnök voltam néhány héttel ezelőtt egy ilyen eskütételen, úgyhogy ezt csak tovább kell vinnünk, azt gondolom. Tehát az alapok megvannak, és mehetünk tovább. Vajon a hadsereg újból el fog-e látni olyan feladatot, mint korábban, hogy felzárkóztassa a fiatalokat, akik vagy előtte nem volt nagyon kedvük tanulni, vagy nem adatott meg nekik, és a hadseregben képezték tovább magukat? Szerintem ez a lehetőség most is adott. Tehát visszajött az a képzési lehetőség, megint csak ugyanazt tudom mondani, mint amit előbb a hadiparral, a haditermeléssel kapcsolatban, hogy ezt is teljesen leépítették. Hát megszűntek többek közt a honvédelmi középiskolák, most egy működik Debrecenben, a Kratofil Károly középiskola, és szándékaink szerint ezt mindenféleképpen támogatni, erősíteni szeretnénk, tehát a lehetőséget ezen belül is meg kell adni. Nem hiszem, hogy lehet Németh Szilárddal találkozni és beszélgetni annélkül, hogy Cseperről szót ejtenénk. Igen, ennek nagyon örülök, hogy ez mindig szóba kerül. Már lassan egy hónapja nem kérdeztem, hogy mi van a híddal és lesz-e híd. Hát természetesen döntött tehát minden olyan döntés megszületett,
amely az új hídnak a megépítését lehetővé teszi. Ki lett jelölve ennek az új hídnak a nyomvonala, úgyhogy szerintem ez el kell indulni ebben a kérdésben. Ugye ez, ami most megjelent, ez csak a Budát-Csepellel összekötő részről szól, de természetesen ez a híd ez megy tovább, így van, megy egy másik irányba is. Ugye ez az úgynevezett galvani nyomvonal, tehát ez egy régi terv egyébként. Tehát nem legalább az a hír, hogy a semmibe vezető. Ez nem a semmibe fog vezetni, hát ez természetesen. Tehát ilyen álhírekkel nem érdemes foglalkozni. Mi újság a stadionnal? Nem stadion, hanem sportcsarnokról van szó, birkózó csarnokról van szó. De valamiért az én agyamba beégett, elindult, úgyhogy a munkagépek zakatolnak. Mikor lesz az első verseny? Hát az első versenyt szerintem 2019 őszén tudjuk tartani. Na addig is lesz nemzetközi birkózó verseny Magyarországon, mikor és mi lesz az? Igen, októberben lesz itt a birkózó világbajnokság, ez a legnevezetesebb. Előtte még természetesen néhány versenyen túl leszünk, ugye a hagyományos Győrben fogjuk tartani a hagyományos magyar Grand Prix-t, a nagydíj versenyünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó fölkészülési alkalom lesz arra, hogy a világbajnokságot a lehető legjobban meg tudjuk rendezni, úgy, ahogy egyébként ezt Lalovics úr, a Nemzetközi Szövetség elnöke még januárban kérte tőlünk, hogy jó volt ez a párizsi világbajnokság, de azt szeretnék én, hogy a budapesti az minden idők legjobb világbajnoksága legyen, mind a rendezés, mind pedig a verseny tekintetében mi nagyon igyekszünk. Most volt egyébként az Európa bajnoksága, ahonnan 5 bronzéremmel tértünk haza, 3 kötött fogású. Ez szerintem egy nagyon jó eredmény, nagyon erős mezőny volt, és hogyha megnézzük azokat, akik érmeket nyertek, hát ott ugye a gyakorlatilag az ázsiai versenyzők, akár lengyel színekben is, ők voltak rendkívül sikeresek. Nagyon jók, tehát ők adják ma a világ elsőséget. És vajon amikor nálunk lesz megrendezve, akkor több sikerül a hazai szurkolók jelenléte következményében, mint a bronz? Lőrinc Viktor Európa bajnokunk ugye azt mondta, hogy ő neki, és azt hiszem talán az egész csapat nevében beszélt, hogy ő neki az tesz legjobbat a szívének, a lelkének, annak örülne legjobban, ha Magyarországon állhatna a dobogó tetejére. Bízunk benne, hogy ez így lesz. Ma ugye csütörtök van, mikor kezdi meg a parlament a konkrét munkát? Mert holnap, ugyanis holnap szavazunk már hát a konkrét munkát már megkezdtük egyébként, igen, de értem. Bizottságok részben kezdenek megalakulni? Bizottságok már megalakultak. Milyen bizottságot visz? Azelőtt egy bizottságot visz, most lesz-e ideje erre? Nem, hát nem is lehet. Tehát aki államtitkár, az nem tud bizottságban dolgozni, nem tud bizottságot vezetni, és egyelőre ugye úgy van, hogy én a Honvédelmi Minisztérium államtitkára leszek, viszont holnap elkezdődik ugye ma miniszterelnök megválasztása, ma miniszterelnöki beszéd, eskütétel, és holnap pedig már a minisztériumok felsorolásáról szóló statutumtörvényt fogja tárgyalni az országgyűlés. Tehát holnap állapot, hogy a miniszterelnök bemutatja kvázi a kormányát? Szerintem még nem, tehát még most csak arról lesz szó, hogy illetve hát már bemutatta a kormányát a miniszterelnök, tehát ugye a parlamentben külön ezt nem kell megtenni, a parlamentben 15-16-án a miniszterjelöltek meghallgatása lesz bizottsági szinten. Ugye a bizottságok, a szakbizottságok, a szakterületükhöz tartozó minisztereket meghallgatják, ott véleményt mondanak, döntenek arról, hogy alkalmas, nem alkalmas erre, és akkor a következő lépés a minisztereknek az eskütétele lesz. Ezt fontosnak éreztem, hogy nézőink is tudják, hogy mi a táncrend. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk, kedves nézőim, az elmúlt percekben Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, várhatóan a jövő héttől, vagy már a hétvégétől a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára volt stúdiónk vendége, és akkor most következik felvételről, amit kora hajnalban készítettünk, Bakondi György, miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Tartsanak tovább velünk!